A 6 évesektől kezdve egészen a középiskolai végzősökig minden korcsoport parkettre lépett szombaton az Aerobik Diák Olimpia kelet-magyarországi döntőjén. Tavaly hoztuk először a Diák Olimpiát, de itt makor már ez a negyedik versenyünk, ilyen nagyobb versenyt rendeztünk. Elég sokat kell utaznunk az országba, ez elég sok költsége jár a szülőknek, és úgy gondoltuk, hogy egyszerűbb, hogyha mi rendezzük. A szülők mellém álltak, vállalták, segítettek, és így el tudtuk hozni az idén is a Diák Olimpiát ide. Már most, amikor beléptek az edzők a terembe, már most megköszönték előre magát a dekorációt, ahogy kinéz a terem, amilyen körülmények között ma itt versenyezhetnek a gyerekek, az úgy gondolom, hogy az országban tényleg egyedülálló. A környékbeli városok klubjai nagyon örülnek, hogy itt van a verseny, hiszen nem kell sokat utazniuk. Szarvastól nincsen nagyon messze Makó, ezért nem kellett korán indulnunk, mintha mondjuk Miskolcon lett volna a verseny. Látjuk, hogy egyre jobban szépül a város, szeretünk ide járni. Kedvesek a makói aerobikusok is velünk. Közel 30 fős csapatunk jött el most ide. A lényeg ezen a versenyen, hogy egy iskolából legyenek a csapaton belül a gyerekek. Mi Basic Aerobic Challenge-ben fogunk most szerepelni. A műsort követően tombola húzással, majd eredményhirdetéssel zárult a nap. Csongrád megyét csak a rendező makóiak képviselték, ők mindannyian tovább jutottak az országos döntőbe.